De én mondok jobbat, amikor sortűzet kellett vezényelni a disznóra a lakanyába. Mert azt mondja az egyik ember, hogy ő böllér volt. Na, sokan vagyunk, nem kanyarítom el, hogy ott elkanyarították. Mit tátja itt a szállt? Fogja meg fel a izét, a disznó te izébe. Önlelátó zászlóaj voltunk, és kín volt a sertéstele, behozták. És hogy jöjjön le, hogy vegye le? Ugye? Mert hát ez magától nem ugrik le csavarszaltó cukarra. Le kellett volna venni, de már vasrácsot megfogni, az is egy gond volt. Megharap. Mi harapja meg ember? Egyébként már otthon, fogja már meg. És akkor ilyen városi ember, ne ingerelje, vegye le! És akkor nagy nehezen így, ezért csipet zsebken leszették, és akkor kiszúrja meg. Hát volt ez egy böllér a harmadik században volt. Hol, milyen böllér? Azt egyszer csak ugye a közösség kitermelte magából a böllért. Oda mutatták, és azt hát forduljatok ám, mert nem, így nem, izéj, nem, nem, izéj. Egyszer csak egy nyívás, nyivítás, 180 kilóval, már kanyar egyenesbe fölkapcsolt, direktbe, és már szaladt is a raktár felé, és egyszer csak a... Állj, ki vagy! Ki vagy? Hát a szürkületben, ugye őrnek föl kell szólítani. És ekkor jött azt mondja, sovány disznó vágtába közelítse meg, mert volt egy ilyen katona, ilyen futásba följön a kéz, és akkor sovány disznó vágtába közelítse meg. Na, ez nem sovány disznó volt, be is dőlt a kanyarba, ott 80-nal bevett a benzinkútnál, így tömterem, megy a lőszerraktár fel, és állj, ki vagy! És csak nincs, kopogott a köveken. Állj, vagy lövök! Ne lőj! És szalad utána a másik késsel a böllé. És utána a konyha személyzet. És a disznó bevágta a kontrát ott őrbódi előtt, egy ilyen testcselet vissza. Most körülbelül 8-10 perc múlva 160 ember kergette a disznót, és végre a hármas őr a telep előtt, az emzáról kocsik voltak, egy rövid sorozattal leterít. Amit jelenteni kellett, ugye, mert ez rendkívül eseménynek számít, és reggel az eligazításnál szolgálati időm alatt, és azt kell mondani, hogy különös esemény nem történt, de hogy nem, szolgálati esemény alatt tüzet nyitott a hármas őrség a disznóra. Ezres etásnak kiesett a pipa a szájából. Mire? A disznóra. Na most ilyen őrségváltásnak... Mindenki fordult el a vihagástól szerelvén az is. A disznó hősi halált halt. És akkor föl kellett rancsírozni, persze, de hát ilyen golyó ütötte sebben hősi halált. És akkor kitüntetés annak, aki megvédte az őrhelyet, mert megvédte az őrhelyet a támadástól végül is. Ő ehette, meggondolom. Így most már, hogy a tűzkerességen átesett a böllér is végül is, mert ő is azért sáfrányos gatyával, de végül is kiállta a próbát. És a következő disznót már úgy, hogy a legerősebb emberek, akik be tudták kurulizni a hideg dízelt, azok 80-10 rákönyököltek, ráülte, feszítette, és a nyomorult levegőt nem tudott venni, és akkor ú. Úgy szúrta meg, Hajime.